Sziasztok! Éppen az akkumulátoros fűnyíróval gyűjtöttem a faleveleket. Ugye így nézett ki gyűjtés előtt, és így néz ki gyűjtés után, amikor egy nagyon érdekes jelenségre lettem figyelmes, méghozzá arra, hogyha jobban megnézzük, hogy a földbe így be van húzva a falevelek vége. Nézzétek csak! Itt is láthatunk egy ilyen csomót, tehát szinte már félig vagy egészen behúzta valami ezeket a faleveleket. És ez a valami nem más, mint a földi giliszta, amit itt láthattuk. Ezt az egyet találtam, és itt vannak azok a kicsi picik is, amelyek már egy szaporulat. Elnézést a beszűrődő zajokért, a szomszédban éppen fát aprítanak egy traktor segítségével, de remélhetőleg ez nem nagyon fog beszűrődni ide a felvételbe. Nézzük is meg ezt a gilisztát, hogy hogyan is működnek ezek az állatok. Az jól látszik rajta, hogy egy minimál dizájnt kapott, tehát elég egyszerűnek tűnik. Így első ránézésre nincs se eleje, se vége, nincs feje sem. Akkor mégis hogyan tudja behúzni ezeket a faleveleket? Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. Ugye ez egy gyűrűs féreg, bőrizom tömlővel mozog. Ezt, hogyha megnézzük, akkor lehet is látni, hogy szétfeszíti magát, majd összehúzza magát. És nagyon érdekes, mert nem kell úgy tekergőznie ez a mozgáshoz, mint egy kígyónak. Ő úgy is tud mozogni, hogyha befúrja magát a földbe, hogy egyszerűen csak ezt a gyűrűző mozgást végzi. Nézzétek csak, tehát így kinyújtja magát, összehúzza magát. Ezt azért tudja megtenni, mert a bőrét kis sörték borítják. És ezek a sörték bele tudnak kapaszkodni mindenféle felületbe, így a talajba is, meg most a kezembe is, és ő halad előre. Na most az jól látszik, hogy mivel előre halad, tehát a sötétebb fele felé, tehát hogyha megnézitek figyelmesen, akkor ez az első része egy kicsit sötétebb, mint a hátsó, ugyanis ez a fej része. És itt találhatók a bőre alatt különböző kis szervecskék. Nagyon érdekes, hogy 5 darab szíve van például, és nagyjából a teste középvonalán húzódik. Hát, ha megpróbálom megmutatni, itt talán vékonyabb a teste. Egy főér húzódik végig a testjén. Ezt is egyébként utána ilyen izomtömlők veszik körbe. Ott talán most látszik, hogy kis piros ér. Ugye ez az egyik, és a hasa felől van egy idegszál is, ami ugye a beidegzéseket teszi lehetővé. Tehát itt látható a fejrésze, és ugye a 11.-14. gyűrű környékén találhatók a heréi, és található női ivarszerve is. Tehát nagyon érdekes, hogy bár önmagát nem tudja megtermékenyíteni a giliszta, viszont amikor egy jó kis esős idő van, és tavasszal, ősszel, amikor szeretne szaporodni, akkor kibújnak a földből, de nem a teljes testükkel, tehát az is egy nagyon érdekes jelenség, amikor ezt látjátok, hogy így összekapaszkodva két giliszta, összeragadva, és csak így félig lógnak ki a földből, na olyankor párosodnak. És ilyenkor gyakorlatilag megtermékenyítik egymást. És ilyenkor érdekes módon mind a két giliszta működik nősténként is, és hímként is. Utána kialakul egy ilyen kis tömlő körülöttük, ebben lesznek a petéik, ezt utána hátrahagyják, és utána 2-3 hét múlva kikelnek ezek a kis giliszták. Ugye ez megkeményedik, utána 2-3 hét múlva kikelnek ezek az apró giliszták, amit itt láthattuk. Vissza is teszem, hogy ne nagyon száradjon ki a bőre, ugyanis a másik jellegzetessége a földi gilisztának, aminek egyébként körülbelül 60 faja van Magyarországon, elég sok fajtája létezik, és ugye ezt a régi horgászok jól meg tudták különböztetni, tehát tudták, hogy melyik a trágyagiliszta, melyik a mocsárigiliszta, és sorolhatnánk tovább. Ők ugye főleg a piros színűeket szerették. Az első része, a sötétebb része az a fejrész, a laposabb és fehérebb része az pedig a far része. Nyilván ott található egy végbélnyílás, ami semmi másra nem jó, amit ő szépen megemésztett, azt ki tudja üríteni. Sötétebb első részével húzgálja be így a földbe ezeket a faleveleket. És ugye sokat vitatkoztak például ezen a tudósok, hogy nézzétek meg, hogy mindegyiknek az első része van behúzva. Látjátok? És hogy egy ilyen primitív állat, aminek nagyon érzékszervei sincsenek, honnan a fenéből tudja megállapítani, hogy ez az első része a falevélnek, és ezt hogyan érzékeli? Hát aztán arra jutottak, hogy tök egyszerű, ott tudja megfogni csak.
és azért húzza be így ezeket a faleveleket. Tehát nem egy IQ bajnok nyilván a földigiliszta, de amire való, azt meg tudja tenni, és nagy mértékben segíti a mezőgazdaság munkáját is, meg a mi kertünket is folyamatosan gondozza, hiszen ő följön a felszínre, aztán visszamegy. Amikor nedves a föld, akkor szokott a felszínre jönni, viszont nem szereti azt sem, hogyha vízben áll, az is el tudja pusztítani, hogyha nagyon sok az esővíz, és akkor sajnos ebbe bele tud fulladni szegény, mert nincs tüdeje. Tehát a földi giliszta az az egész test felszínén, a bőrén keresztül lélegzik, és nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen nedves legyen a föld neki, tehát sár legyen szinte, mert kell a föld nedvessége ahhoz, hogy ő fel tudja venni az oxigént a bőrén keresztül. Jó, tehát egy nagyon érdekesen működő állat, én azt gondolom, és ami miatt a csodájára jártak korábban, az az, hogyha én most ezt a gilisztát így megfelezném, akkor képes regenerálódni. Tehát megrázza magát, és növeszt magának új farkat, meg növeszt magának új fejet. Ám, van egy kis probléma. Előfordulhat az, hogy a másik fele, hogyha a farokrész kezd el növeszteni magának fejrészt, akkor ez nem jön össze, hanem növeszt egy másik farokrészt. Na, ez ciki, mert ilyen esetben a földi gilisztánk el fog pusztulni, hiszen nem tud táplálkozni. Viszont, hogyha a fejrész növeszti a hátsó részt, akkor az általában sikerülni szokott, teljesen életképes gilisztánk lesz. Tehát nem annyira működik az a módszer, hogy kettévágunk gilisztánkat, és akkor megduplázunk azoknak a számát. Tehát ezt felejtsétek el, ez nem így működik, és nem így szaporodnak. Tehát még egyszer mondom, tehát ők hímnős állatok, tehát mind a két ivorszervvel rendelkeznek. Nagyon érdekes állatok, én azt gondolom, és ők folyamatosan lazítják a földünket, folyamatosan trágyázzák azt, tehát most gondoljatok bele, hogy leviszik ezeket a faleveleket, eltüntetik innen, és amiért ezt az egész videót elkezdtem, az az a kérdés lett volna, hogy hová tűnnek a falevelek. És biztos tapasztaltátok, hogy szinte csak ezek a szárrészek maradnak meg, és az összes többi eltűnik tavaszra. Hát ezért. Mert a giliszták lehúzzák a földbe, megemésztik azt, és jó kis trágyát készítenek belőle, és ők folyamatosan, mivel leföljárnak a földben, tehát ha kiszárad a felső rétege a földnek, akkor lemennek akár ilyen másfél-két méter mélységbe is. Nagyon-nagyon lényeges, hogy lehetőleg puha legyen a talaj. Tehát a nagyon-nagyon kemény talajt, mint amit nálunk is van, ez a csalaköves agyagos rész, azt annyira nem csipázzák ezek a giliszták, mert nem tudnak benne lejjebb hatolni, és bizony, ha kiszárad ilyen mélyen a talaj, akkor ők elpusztulnak. Nem tudnak egyszerűen levegőt venni, nem tudnak oxigént felvenni a bőrökön keresztül. Na, úgy látszik, hogy a szomszédban fokozódik a helyzet, tehát most már nem csak a traktorral őrlik a fát, hanem vágják a láncfűrésszel is, de azért folytassuk tovább. Meddig is maradhat életben egy földi giliszta? Most ismét a kezembe veszem ehhez. Ugye akár 360 gyűrűje is lehet egy ilyen földi gilisztának, és a gyűrűk száma határozza meg, nem úgy, mint egy fánál az év gyűrűk száma, de a gyűrűk száma az meghatározza, hogy milyen idős lehet egy ilyen földi giliszta. Sajnos elég sok ellensége van, tehát több ilyen kis gilisztával találkozhatunk, mint kifejlett nagyobb giliszták, amelyek ivarképesek, mert sajnos mindenki fogyasztja őket itt a környezetben, tehát a madarak, a cickányok, mindenki az ellensége gyakorlatilag szegény gilisztának, és ezért hát nem egy nagy túlélő, valljuk be őszintén, de akár 2-3 éves példányokkal is találkozhatunk, tehát minél nagyobb, minél több gyűrűje van egy földi gilisztának, annál idősebb, erre tudunk ebből következtetni. Talán korábban már egy videóban beszámoltam nektek arról, hogy amikor kijöttem így este, akkor ilyen halk motoszkálást lehetett hallani így, ilyesmit így a levelek között is. És így mozogtak a levelek. És egyszer nem lehetett látni, hogy mitől mozog az a levél. Na most ilyenkor este ők följönnek a felszínre, és akkor húzzák le ezeket a faleveleket, de van annyi eszük, hogy nem bújnak ki teljesen. Tehát egy gilisztát nem nagyon láttatok még úgy, hogy úgy a felszínen van. És amikor megemelitek mondjuk azon a helyen mondjuk egy ilyen diót például, és alatta van egy földi giliszt, akkor azonnal visszahúzza magát a földbe. Na most ezt is nagyon trükkös módon csinálja. Ott az a világosabb része, ugye az a fal része, ő azzal megnyújtja magát, viszont a kis sörtéivel belekapaszkodik a földbe, abba az üregbe, amit ő vájt. És csak félig jön ki belőle. Ám, meg van nyúlva a teste, és hogyha ne adj Isten arra jön egy bóklászó sündisznó, ami szeretné őt megenni, akkor hirtelen, amikor meglátja a sündisznót, paf, már vissza is húzza magát a földbe, és el tudja kerülni, hogy a sündisznó jó ízűen elfogyassza őt. Tehát mondhatjuk, hogy ahhoz képest, hogy elég minimalista módon lett összerakva ez a jószág, azért megvan a magához való esze, és vannak trükkjei.
és elég nehéz elfogyasztani is. Ha már az elfogyasztásánál tartunk, ugye sokan mondják, hogy nagyon jó a giliszták tápértéke, és akár lehetne őket ilyen giliszta farmokon tenyészteni, és elfogyasztani is őket. Most egy a baj, hogy ezek a giliszták nagyon jól összetudják gyűjteni a falevelekről például a permetszereket, és a nehéz fémeket is. Tehát egy ilyen gilisztának a testében minden ilyesmi koncentrálódik, tehát nem nagyon javaslom senkinek, hogy ilyen gilisztát fogyasszon, hiszen a környezetéből összegyűjti és koncentrálja ezeket a méreganyagokat, amelyek annyira nem pozitívak a mi számunkra. Bizony meglehetősen sok földi giliszta van a környezetünkben, én ezt többször tapasztaltam, tehát iszonyat az a hemzsegés, amikor kijövök este és ők itt vannak a felszínen, az valami egészen elképesztő, és a mennyiségük is. Egy erdei talajban akár 3,5 millió giliszta is lehet egy hektárnyi területen, ami azt jelenti, hogy kb. 200 kg-nyi giliszta van jelen ott azon a területen. Na ennyit így röviden ezekről az érdekes lényekről, a földi gilisztákról. Mindenképpen tartsátok tiszteletben őket, hiszen nagyon sok pozitív hatásuk van a talajunkra, trágyázzák, mozgatják azt, és én azt gondolom, hogy így nem is fontos nekünk mozgatni a talajt, hiszen ők ezt a feladatot elvégzik helyettünk, és egy tök jó táptalajt biztosítanak a növényeink számára. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, remélem most is sok hasznos információval lettetek gazdagabbak, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, ha még több ilyet szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Legyen szép napotok! Sziasztok!